Több a recesszióra figyelmeztető indikátoron is kaptunk előrejelzést arra, hogy óvatosnak kell lennünk jelenlegi helyzetben a tőzsdéket tekintve. Ebben a videóban megnézzük azt, hogy a tőzsdék mozgása mennyire fog kihatni a bitcoin, illetve a teljes kriptopiac mozgására itt az érkező választások miatt. Miért gondolom azt, hogy a bitcoin, illetve a kriptoszektor lehet egy úgynevezett catch-up trade annak, amit egyébként itt az S&P 500-as, a Nasdaq végrehajtott az elmúlt időszakban, és miért látjuk azt, hogy a Bitcoin és az arany közötti összefüggés egy olyan bíztató jelet mutathat, ahol is egyébként az arany emelkedése a Bitcoinra is ki fog tudni hatni, olyan tekintetben, hogy a digitális arany fogalma itt a Bitcoin tekintetében a befektetők szempontjából is érvényesülni fog, és követni tudja azt a mozgást, amit egyébként itt egy ilyen időszakban, ami esetlegesen bekövetkezhet ezeknek az recessziós indikátoroknak a eredményeképpen, pozitívan hat ki számunkra. Mielőtt beleugrunk ebbe a videóba, megköszönöm neked azt, hogy ha esetleg nem lennél feliratkozva, mindenképpen iratkozz fel erre a csatornára. Ezen a csatornán foglalkozunk többek között gazdasági információkkal is és témakörökkel is foglalkozunk a decentralizált pénzügyekkel, hiszen így hívják a csatornát. És amennyiben szeretnél tőlem több tartalmat látni, és szeretnéd azt, hogy mi itt a közösségünkkel, ahol is egyébként több mint 1140 -en vagyunk és alkotunk egy közösséget, mit csinálunk, akkor mindenképpen csekkod le itt a videó leírásában lévő linkeket, illetve itt a komment szekcióban kitűzött linket, ahol is egyébként a defihangri.com oldalon a Magyarország első kripto applikációján tudsz regisztrálni. Itt kiemelném azt, hogy a tagságra három napig ingyenesen rá tudsz nézni, és amennyiben tetszik neked az a tartalom, amit találsz ezen az oldalon, abban az esetben a Tagságot ki tudod próbálni, és tudsz maradni, amennyiben viszont nem felelnek meg a tartalmak abban az esetben pedig természetesen le tudod mondani ezt a tagságot. Nagyon fontos, kiemelendő tény az is, hogy itt különböző tőzsdékkel, mint például a Binance, Bybit vagy OKX partnerségben állok, tehát, hogyha érdekelnek ezek a tőzsdék téged, és még nem lenne tőzsde fiókod, mindenképpen regisztrálj ezeken a linkeken keresztül, amiket szintén megtalálsz itt a leírásban, hiszen bónuszokban fogsz tudni részesülni. Térjünk is rá arra, hogy itt mi mindent fogsz tudni látni a defihangri.com oldalon. A kurzusoktól, tehát teljesen a nulláról el fogsz tudni kezdeni

és itt a közösségünkben egyébként olyan témakörökre is ki szoktunk térni, mint például decentralizált pénzügyek, mint ahogy a név is mondja, illetve természetesen a kereskedés, befektetés és a likviditási ciklusok, tehát gazdasági elemzések is érkeznek ide az oldalra rendszeresen. Ezeket ismerve, akkor azt gondolom, hogy nézzük is meg a legfontosabb pontokat, amiket érinteni fogunk ebben a videóban. Az első, amivel fogok kezdeni, az nem lesz más, mint ezek a recessziós mutatók és indikátorok, amik recessziót kiáltanak. Itt ki fogom emelni, a sum rule indexet, ki fogom emelni a fordított kamatgörbét, illetve természetesen azt a fontos indexet is, ami nem lesz más, mint a CBOE skew index, ami megint felvillant egy olyan irányba, hogy sajnos itt az emberek úgy pozícionálják magukat, hogy egy beesést várnak az amerikai tőzsdeindexekkel, mint például az S&P 500-as. Kitérünk az Ethereumra a legjobban teljesítő altcoinokra és a leggyengébben teljesítő altcoinokra, és természetesen le fogom nektek elemezni a Bitcoint is, ahol is a várható mozgásokat fogjuk tudni megbeszélni. Miért is lenne érdemes itt figyelni az elemzésemre, és miért is lenne érdemes itt végighallgatni a videót? Hát nem más miatt, mint hogy itt egyébként a Bybit kereskedelmi versenyen, a Bybit VSOT versenyen mi itt a Defi Hungary csapatával az európai szintű top 5-be tudtunk bekerülni, illetve a nemzetközi szinten egyébként a top 50 közelébe tudtunk érni a top 70-es helyezetnél, és még egyébként van hátra egészen pontosan 4-5 nap ahhoz, hogy befejezzük ezt a versenyt. És itt láthatjátok teljesen transzparensen azt, hogy például az én a kereskedésemmel elért PNL, azaz Profit and Loss kimutatásban, jelenlegi helyzetben ebben a hónapban több mint 2700 dollár tudtam összekereskedni, ami természetesen nem rossz, tehát rentábilisan tudtam kereskedni, és nem kevés összeget tudtam összetrédelni. Tehát itt a közösségünkben mi minden egyes pozíciót fölvállalunk, és minden egyes pozíciót egyébként ki is mutatunk, és pontosan ezért gondolom azt, hogy Defi Angry egyedülálló. Tehát, hogyha ehhez a csapathoz, és csoporthoz, és közösséghez szeretnél csatlakozni, mint mondtam, minden linket megtalálsz itt a leírásban. Most viszont akkor kezdjük is a recessziós indikátorokkal. Kezdésnek ezt az úgynevezett CBOE-SQ indexet fogjuk megvizsgálni, ahol is egyébként a befektetőknek azt a félelmeit mérik, ahol is a befektetők abból indulnak ki, hogy egy várható Black Swan event, tehát egy várható például a háborúba kiindulhatunk, ugye egy váratlan esemény érkezik, ami teljes mértékben befolyásolja itt a gazdaságot. Például beszéltünk itt arról, hogy Izrael megtámadja az olajtartalékokat képező iráni állomásokat, ami miatt egyébként az olajár fölmet az égbe, ami természetesen egy nem várt esemény, illetve olyan dolgok, mint például az S&P 500 tekintetében egy visszaesés, ugye az S&P 500 látjuk itt ezen az indexen, ezen a csárton, hogy hihetetlen parabolikus emelkedést láthatunk, és itt egyébként júliusban volt nekünk egy csúcsunk, ahol egyébként itt a komment szekcióban több komment is érkezett, hogy Levi, nem látod azt a dupla csúcsot az S&P 500 as ami itt képeződött. Tehát alapvetően nagyon jól láttátok azokat a dolgokat, amik itt voltak. Itt volt nekünk egy úgynevezett dupla csúcsunk, ami egy olyan indikátor szokott lenni, annál sok ember egyébként egy lefelé irányuló trendet szokott elvárni. Na most ezt az S&P 500 abszolút nem hozta, hanem ennek ellenére egy erős rallit mutatott, amiben egyébként itt most ki is emelném azokat a fontos tudnivalókat, amiket itt az úgynevezett kamat görbén láthatunk. Láthatjátok azt, hogy a kamat görbének az alakulása egy negatív stádiumban volt. Magyarul a két éves lejáratú kincstárjegyek hozama jobb volt, mint a tíz éves lejáratú kincstárjegyek hozama, ami itt az elmúlt történelmi tekintve mindig egy recessziót, egy beesést jelzett előre. Tehát mindig, amikor egyébként ez a kamatgörbe a negatívba átjött a pozitívba, akkor rá 6 hónapra, tehát itt összesen 6 hónapról beszélünk, egy recessziós stádium lépett a gazdaságba, és a piacok, mint például az amerikai tőzsdeindex, illetve különböző más részvénypiacok, beesést szenvedtek el. És pontosan ez a félelem kering most itt a piacon, hogy nagy valószínűséggel most itt a választások miatt egy úgynevezett artificial, tehát egy teljesen manipulált, áremelkedés látható, ami után egy beesés érkezik. Én azt mondom, hogy ezeket mindig úgy kell vennünk, hogy rendben ezek a technológiák, amik most egyébként támogatják ezt a rallit, mint például az AI megjelenése, a mesterséges intelligencia megjelenése, vagy például itt a Web3 megjelenése, Abszolút nem volt még itt. A Web3 terén is láthatunk olyan nagy áttöréseket az iparágban, mint például, hogy a Stripe, tehát egy online pénzkezelő, egy online fizetési motor megvásárolta a bridge t ami egy kriptoprojekt. Vannak olyan váratlan és a technológiát tekintve előélen járó dolgok, ami miatt lehet, hogy itt további löketek érkezhetnek, de ezek a pozícionálások, amit nagy befektetők, illetve a befektetők többsége jelez, azt látjuk, hogy sajnos, egy várható beesésről beszél mindenki, és egy várható beesés érkezhet. Olyan még soha, de soha nem volt a történelem során, hogy egy ekkora rally után, mint amit láttunk a NASDAQ-on, vagy az S&P 500-ason, egyébként a NASDAQ-nál kiemelném azt, hogy a Nasdaq nem csinált új csúcsokat nyár óta, ellenkezőleg egyébként az S&P 500 -sal. mindig volt korrekció, tehát mindig volt korrekció, és itt sokan felvetik azt az összefüggést, hogy mi történik akkor a bitcoin ha mondjuk az S&P 500 as beesik. Tehát ezt is ki akarom nektek emelni, hogy itt nekünk a bitcoin esetében érdemes lesz figyelnünk az aranyat is, mert a bitcoin nagyon gyakran korrelált eddig az aranya. Ezen felül már a többször emlegetett számról indexen is láthattunk egy a recessziótól való félelmet indikáló kijelzést, ami miatt sokan abból indulnak ki, hogy itt a választások közben, vagy a választásokig egy úgynevezett By the rumors és sell the news esemény lépett életbe, ahol is abból indulnak ki az emberek, hogy a választások pillanatában, azaz november 5-ig, vagy november 5-ére a tőzsdék korrigálhatnak. Szóval ezek lennének azok a félelmek, amikről mindenképpen akartam beszélni, és térjünk akkor most át a bitcoinra, illetve a bitcoin várható mozgására, amit vizsgálunk mi itt. Ennyire rizikós helyzetben még nem volt a világ úgy tekintve, hogy ennyire közel még talán nem állhattunk egy harmadik világháborúhoz, mint most, de ebbe most nem is szeretnék belemenni. Olyan gazdasági összetevők vannak itt, ami miatt egyébként rövid távon lehetnek Black Swan eventek, azaz extrém esetek, például mint a múltkori Izrael és iráni konfliktus, ahol ugye Irán az izrael vagy a ukrán-orosz háború, vagy Tájvan és Kína közötti konfliktus, vagy észak és dél közötti konfliktus. Tehát bármikor történt eszkaláció, nekünk alapvetően amit figyelnünk kell, mivel hogy egy petrodolláról tudunk beszélni, az, hogy milyen kihatások történnek itt az olajat tekintve, az olaj árat vizsgáljuk, illetve a nagyon-nagyon fontos és meghatározó gazdaságot, mint például a kínai gazdaság, vagy pedig ugye az amerikai gazdaság. Na most az amerikai gazdaságban ugye egy várhatóan enyhítő körülmény fog érkezni, ami a kamatvágásokat jelenti. Ez ugye szeptember 18-án el is indult, 50 bázisponttal kezdték el vágni a kamatokat. Na most a jelenlegi álláspontunk szerint a bitcoinnak követnie kéne az S&P 500-ast, vagy már követ az S&P 500-ast. Sokak szerint, például Larry Fink szerint is, a BlackRock CEO-ja szerint a BTC-nek követnie kéne az aranyat, az arany pedig ugye folyamatosan újabb és újabb csúcsokra tör, ami általában egy olyan időszakban szokott megtörténni, ahol is az emberek egy biztos befektetés keresnek, és az arany nem volt máskor egy biztos befektetés, mint a háborús időszakokban. Tehát az arany továbbra is emelkedik és emelkedik, míg egyébként a bitcoin oldalazó mozgásban vesz részt, ugye több mint 150 napja, egészen pontosan a március 15-i Bank Term Funding Program lejárta óta oldalazik, és itt egyébként láthatjátok a csártamat is, amit egy új stílus irányzatba kezdtem el ugye vezetni, ahol is nekünk van egy range tetünk és egy range aljunk, itt a range aj az az 59 ezer dollár szint, ez most itt az egy órás csárt, egyébként a range aljunk nem máshol helyezkedik a napos csárton, mint itt lent, egészen pontosan 48 ezer dollár és 50 ezer dollár környékén. Tehát ameddig mi ebből az úgynevezett oldalazó mozgásból kezdünk kitörni, addig nagyon jól nézünk ki. Tehát itt nem más, mint a alapvető szinteket vizsgálom, én nem fogok belemenni ilyen előrejelzésekbe, hogy én azt gondolom, hogy a következő két évben a bitcoin 200 ezer dollárra fog menni, majd utána beesik, nem tudom, 50 ezer dollárra, hanem szimplán olyan szinteket vizsgálunk, amiket itt nekünk a csárt mutat, és amit látunk, az az, hogy végre kitörtünk ebből az ereszkedő, ha itt berajzolunk egy trendvonalat egy ereszkedő mozgásból, ami itt alacsonyabb alacsonyakat és alacsonyabb magasokat képezett. Na most végre sikerült ide följutnunk egy olyan meghatározó szintre, ahol is a 70 ezres csúcsot kezdjük el kvázi alulról kopogtatni, de még mindig nem törtük át. Tehát vizsgálva itt a BTC-t, nekünk van egy range high, azaz egy range tetünk 69 ezer és 70 ezer dollár között. Amíg azt nem tudjuk kettőn és fölött zárni, addig nem tudunk arról beszélni, hogy ez a kitörés valid kitörés lenne. Nekünk itt továbbra is az lenne itt a fontos vizsgálandó pontunk, hogy miután megtörtént ez a kitörés ide 69.500 dolláros szintek környékére, abban az esetben itt nekünk maradt hátul egy úgynevezett fair value gapünk, az azaz a betöltetlen zónánk, ahova bármikor vissza tudunk jönni. A bitcoin egyébként gyakran csinált már olyat, hogy hátrahagyta ezeket a zónákat, és egyszerűen csak elszaladt, elralizott, Míg vizsgáljuk ezt, abban tudunk kiindulni, hogy sokan arra spekulálnak, hogy itt nekünk egy trendvonal áttörésünk volt, amit itt láthatok. Följöttünk 69.500-ra, visszatesztettük a 65.000 dolláros szintet, és onnan tudtunk följebb Most nem volt benne elég lendület ahhoz, hogy át tudja törni eddig a 69.500-as csúcsot, tehát én azt gondolom, hogy itt a BTC-nél egy további visszaesés várható, akár ide a napos dimenzónánkba, ami a 62.000-től a 64.000 dollár szintig várható. Tehát én valóban ide várnám a BTC-t, rövid és középtávon, utána pedig amennyiben folytatódna a lendület, és nem törnénk le ezt a szintet, abban az esetben pedig várnám föl őt egyébként a 70.000 dollár a szintek fölé. Miért? Azért, mert ameddig tartjuk ezt az alacsony, amit itt képeztünk 62 000 dolláros szintnél, addig továbbra is ez a struktúra érvényes. Tehát ez a struktúra érvényes, és addig, ameddig egyébként nem törjük át itt a 68.600-at, vagy a 69.500 szintet, addig viszont a kitörés sem érvényes. Tehát most a kettő között mozgunk, és nagy valószínűséggel ereszkedhetünk idele. Miért gondolom ezt, hogy ereszkedhetünk idele? Hát nem más miatt, mint a jelenlegi helyzetben az amerikai Egyesült Államokban tekintett úgynevezett Coinbase prémiumot vizsgálva, nekünk továbbra is van egy nagyon nagy erős eladási nyomásunk a Coinbase oldaláról, ahol is amerikai és államokban lévő cégek, retail befektetők és különböző más entitások adnak el, és ameddig ez a prémium nem megy át egy pozitív irányba, mint például itt láthatok október 18-án, a bitcoin korrekció továbbra is folytatódhat ennek a Coinbase prémiumnak a vizsgálatának köszönhetően. A következő pontos dolgunk ugye az, az hogy megnézzük az Ethereum-ot. Ethereum is láttunk egy erősebb kitörési próbálkozást, ahol is ugye beszéltem nektek ennek az ereszkedő trendnek a fontosságáról. Kitörtünk, ez úgy tűnik, hogy egy fake out volt, ez az egy hamis kitörés volt, és most ereszkedünk vissza ide le, és ugye benne van a pakliban az, hogy megint meg tudjuk érinteni ez a 2300 dolláros szinteknek a régióit. Én azt gondolom, hogy meg tudjuk érinteni, sőt, még ez a 2223 dolláros szint is benne van, ami egy point of control lenne. Ezt semmiképpen nem szabadna elveszítenünk ahhoz, hogy itt a fölfelé irányuló mozgást folytatni tudjuk, tehát a point of control történő visszatérés nagyon-nagyon fontos lenne Ethereum esetében is, ami itt egyébként 3300 83 dollár szinten van. Össze tudjuk hasonlítani a bitcoint és az ethereum a Nasdaq-kal és az S&P 500 asra hogyha az S&P 500-as folyamatosan új csúcsokat csinált, addig egyébként a bitcoin is, és hogyha az Ethereum és a nasdaq tekintve azt tudjuk mondani, hogy az Ethereum is nyáron képezett egy csúcsot, itt 4123 dollár szinten, de új csúcsra nem tudott törni, ahhoz a csúcshoz képest, amit itt egyébként 2021 novemberében tudott képezni 4800 dolláron. Valahogy így a kettő között ott van az összefüggés, hogy az Ethereum az a kriptók Nasdaq indexe, még a Bitcoin az a S&P 500-asa a kriptóknak, és hát ugye hátul maradt az Ethereum teljesítménye a Bitcoinhoz képest. Ezen felül a Solana tekintetében viszont hihetetlen nagy erős és agresszív emelkedéseket láthatunk, ami egy olyan visszatérés volt a semmiből, amit sokan nem gondoltak volna, hogy meg fog történni. Tehát ezt is vizsgálhatjuk itt, hogy a Solana esetlegesen rivális lehet az ethereum -nak. Nézzük akkor át a fontos lehetőségeket, amik itt érkeztek a kriptopiacon. Mi itt a közösségünkkel nagyon erősen ráálltunk azokra az altcoinoknak a sortolására, amelyeknek jó hírei voltak itt az elmúlt időszakokban. Itt a suite tudtuk megsortolni nagyon szépen, amit itt láthatok egyébként a jelenlegi helyzetben. Hihetetlenül jól föl tudtunk venni ebből a pontból, és most már itt egyébként szépen ereszkedik lefelé. Suite azért sortoltuk, mert a Google Cloud-dal kötött partner szerződése után egy buy the rumors és sell news-ra spekuláltunk, és figyelve azt, hogy mennyire túl volt értékelve, mi azt gondoltuk, hogy akkor ezt itt meg is sortolnánk, ugye elveszítette ezt a trend csatornát is, amiben itt jött, és most jöhet le akár ide, le egészen az 1,3 vagy az 1,6 dolláros szintre ezen felül Szelesztiát is elkezdtük sortolni, ezt még a mai nap kezdtük el fölvenni, pontosan ebből a pontból, gyönyörű szépen már jön is le, és nyilvánvalóan ez hozzá fog járulni hozzá, profit and loss amit majd itt a hónap végén közé fogok nektek tenni, amit én transzparensen felvállalok. És ez azért fontos, hiszen mi azért készítjük ezeket a videókat, mert mi valóban kereskedünk is, és, 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 és pozíciókat is felveszünk, mert én azt gondolom, hogy úgy hiteles, hogyha az ember tényleg csinálja is azt, amiről beszél. És ami nagyon fontos még az az, hogy a Celestian-el október 30-án, azaz most körülbelül 5 nap múlva érkezik az a procedúra, ahol is föloldják azt a mennyiséget, ahol is egyébként a Celestiának egy hatalmas eladási nyomás okozhatja azt, hogy az ára tovább fog esni, mivel ilyenkor a venture capitalok, az a befektetők, akik ugye korán beszálltak ezekbe az altcoinokba, nagy mennyiségű coinokat kapnak kész, Ez, amit egyébként el is adnak, ezt láthatok itt a korábbi ciklusban, ami sajnos a problémáját okozta a kriptoszektornak, és ezért mentek át nagyon sokan mémkojnozásokba és a Fair Launch projektekbe, köztük mi is, hiszen mi itt a decentralizált pénzügyek terén például a Bitcoin decentralizált pénzügyen belül szuper lehetőségben tudtunk részt venni, mert megunták azt, hogy az ilyen technológiai projektekben, ahol is egyébként nagyobb befektetők is részt vesznek, egy nagyon magas piaci kapitalizációról rengeteg mennyiségű coint kapnak, és azt egyébként folyamatosan a piacra borítják, és így ugye eladják a kisbefektetőknek. Tehát ebből elege lett az embereknek, és ezért gravitálódnak az emberek ugye át ezekbe. Váltottunk stratégiát, és azt mondtuk, hogy rendben, akkor az ilyen coinoknál, az ilyen projekteknél szimplán sortolni kell ezeket a lehetőségeket, és hát gyönyörűen szépen haladnak egyébként ezek a sortok lefelé. Ezeket vizsgáltuk, a másik oldalon pedig voltak olyan pozícióink is természetesen, amik stopot ütöttek, ilyen volt például az Avax is, tehát az Avalanche-nál kijött egy olyan hír is, hogy az úgynevezett Visa paymenteket, vagy Visa, Visa, Visa partner szerződést kötöttek, és így kriptóból is lehet fizetni már egy vizakártyán keresztül. Ez sajnos nem volt árfelhajtó hatású. Annak ellenére, hogy egyébként itt a Napos egy fordított fejvállalatot láthatunk az AVAX esetében. Nem dicsekedni jöttünk ide, de itt az eredmények magukért beszélnek. És nyilvánvalóan, hogy az ember jól menedzseli a rizikóját, akkor eredményeket tud elérni. És sajnos az AVAX-nál például nem sikerült egy jó pozíciót találnunk, mert nem volt benne elég szufla, ahhoz, hogy ki tudjon törni. Ezen felül egyébként, amit még nagyon nagy büszkeséget tudok kijelenteni az az, hogy itt a DeFi Hungary közösségünk egyik tagja kapott egy olyan airdropot, ami nem volt más, mint az úgynevezett Airhead. Az Airhead egyébként egy decentralizált, a Bitcoin decentralizált pénzügyein belül történő ilyen feladatsoroknak komplexe volt, amiben kitettséget kapott, és egy nagyon szép NFT velpaszt well kapott, ami több mint 4000 dollár tesz ki. Tehát aki tényleg aktívan csinálja itt az airdropok tabocska alatt lévő feladatokat, de azt gondolom, hogy idő kérdése, de sikerrel fog járni. Ezen felül egyébként a közösségünk, mint mondtam, egy nagyon szuper és nagyon összetartó közösség, akik minden téren igyekeznek figyelni egymásra, és minden téren igyekeznek egymásnak segíteni. Október 30-án nem csak a TIA Unlock lesz, hanem érkezik nekünk ugye az Earnings Report, azaz a jelentése a Metának, a Coinbase-nek és a Microsoftnak, amik ugye mind fontos szereplői az úgynevezett S&P 500 indexnek. Tehát amennyiben itt rossz adatokat kapunk, akkor el tudjuk azt képzelni, hogy azok a félelmek, amik itt érkeztek, azokon az indexeken keresztül, amik ugye előrejelzik a recessziót, vagy a beesésnek a veszélyét, akkor fontos kihatással lesznek. Kíváncsi a ezeknek az adatoknak a publikálását, addig egyébként továbbra is longokban leszek érdekelt a bitcoin tekintetében, amennyiben azokban a zónákban érkezünk, amiket vizsgálunk. Természetesen nyitott szemmel járunk olyan lehetőségeknél is, amik például short pozíciók, mint például a Sui vagy a Celestia is volt, tehát ö, folyamatosan érkeznek ezek a lehetőségek, amennyiben érdekel minden fontos információ itt van a leírásban. Vigyázzatok magatokra, legyen szép hétvégétek, iratkozzatok föl, lájkoljátok a videót, és sziasztok!